Sziasztok! Minden Command Block szerkezet kísérletezgetéssel indul. Vannak ugye kérdéses dolgok, nem tudom, hogy meg tudom-e csinálni, hogy úgy tudom-e megcsinálni, hogy elképzeltem. Úgyhogy ezeket a nem tuti dolgokat ugye előtte leellenőrzöm. Ez a lift például úgy indult, hogy shulkerrel próbálta megoldani, és most így néz ki. Hát, szóval föltaláltam a rakétát. Sziasztok! Ebben a videóban egy egyparancsos szerkezetet fogok nektek bemutatni, méghozzá egy liftet, sőt, ráadásul kihívás. FX-ek küldött nekem korábban egy ilyen liftes szerkezetet. 1.9-ben csinált, én meg 1.10-ben fogom, hát most jutottam el odáig, de nem használtam ki semmit az újítások közül. Talán csak a levitáció van, azt hiszem, ami 1.10-ben jött, de mindegy, a szerkezet alapja az úgyis ugyanaz, én is shulkert használtam, abból lehet szerintem is a legjobb liftet csinálni, csak egy kicsit jobban földíszítettem, meg csináltam belőle egy parancsot. A leírásban ott van FXL bemutatójának linkje, illetve a szerkezetnek a linkje is ott van, időnként kapom a kérdéseket, hogy hogyan lehet beszerezni, nem értem, hogy nem szokta meg még mindenki, hogy mindig ott van a leírásban. Szóval a leírásban lévő linkre kattintotok, másoljátok a kódot, a játékban adtok magatoknak command blokkot, belemásoljátok, átállítjátok always active-re, done, puff, és már kész is. Itt a középső táblával tudtok magatoknak adni tojást, amivel liftet lehet lerakni. Mondjuk ide lerakok egyet. Na, ezt meg lehet csinálni több emeletesre is természetesen, hát így szegény lift nem tud hová utazni. Az emerald blokkra kell lerakni. Mindig. És akkor lesz jó. Jaj, ne. Hát igen, természetesen amint kimondtam, mellé raktam. Jó, majd csináljunk egy másikat. Így, ni. És akkor a pont sötétedik. És akkor táblákkal lehet irányítani. Most legalul vagyunk, tehát csak fölfelé tudunk menni. És kinyílik az ajtó is, ahol épp vagyunk. És természetesen lefelé is működik. Úgy működik, hogy ezek a shulkerek, ezek páncélállványon lovagolnak, ugye a passengers tag, és amikor felfelé megyünk, akkor a páncélállványokat teleportálja folyamatosan feljebb, illetve ezzel együtt a játékos is kap levitáció effektet. Ott azért tudok felfelé utazni. Na most a végén van egy kis ugrás, ez azért van, hogy ne rakja bele a játékost a shulkerbe, mert van... Sokat kísérleteztem vele, és volt, hogy így összeakadtak, tehát hogy benne voltam az entitásban, és hát nem tudtam mozogni. Úgyhogy ezért van egy kis ugrás a végén, még följebb teleportálja. A lefelé menetel az könnyű, hát folyamatosan teleportál lefelé, én pedig esek utána, azon nincsen semmi gond. A felfelével lehet sokat szívni. Most egész jó. Kicsit ugye magasabbra megyek, pont azért, hogy ne legyek benne. Nem könnyű eltalálni, hogy pont ugyanolyan legyen. Sokat szórakoztam a számokkal. És hát természetesen most se tökéletes, ha megnézzetek, egy kicsit gyorsabb vagyok a liftnél. De hát sajnos ez ilyen. Ami még érdekes benne, az a lerakás. Tehát amikor én lerakok egy liftet, akkor megnézi, hogy emeraldra rakom-e. Ha nem emeraldra rakom, akkor megépíti ezt a kis kabint, és lerakja ugye az almoszendeket a shulkerekkel. Viszont ha emeraldra rakom, akkor a shulkereket az kihagyja, és lerakja a táblákat. Tehát most nincsen tábla, nincs hova utazni, de ezt most lerakom. Akkor lesz itt tábla, és itt is lesz. Tehát mindig, amikor emeraldra rakom le, akkor az alatta lévőre rak egy feltáblát, és a saját szintjére egy letáblát. Úgyis mindig csak fölfelé fogok építeni, tehát ez így nekem tökéletes. Tehát most ezen ugye csak lefelé van. Ha erre az emeraldra rakom a következő szintet, akkor ide fog rakni egy feltáblát, saját magára egy letáblát, és akkor így mindig tökéletesen össze lesznek kötve a szintek.
Amikor egy táblát használok, akkor egyrészt ezt a blokkot itt, amin a tábla van, ezt megváltoztatja, másrészt kap egy taget, egy változót, inkább így hívom, a páncélállványok. A lefele az ugyanez, ezt a blokkot változtatja meg, tehát ugyanarra a blokkról beszélünk, csak egy másik változót kap, hogy lefelé menjen. Úgyis a szerkezet azt nézi, hogy milyen változó van beállítva a liftnek, és attól függetlenül megy fölfelé vagy lefelé. Na, ezt a blokkot meg azért kell megváltoztatni, mert a lift akkor áll meg, hogyha közelében van egy ilyen blokk. Mármint megvan adva pontosan a hely, hogy X, Y, Z irányban merre van tőle egy ilyen blokk. Ha ilyet talál, akkor megáll. Úgyhogy ezért kell ezt a blokkot megváltoztatni, mutatom, megváltozik, hogy elinduljon a lift. Ha nem változna meg az a blokk, akkor ott maradna, hiszen azt hinné, hogy megérkezett. Lefelénél ugye kap egy másik értéket, és megváltozik a blokk, hogy elinduljon. Az meg, hogy mikor nyílik ki az ajtó, az tulajdonképpen ugyanez az elv, hogy a tőle itt és itt lévő, tehát a hozzá képest lévő ezt a két blokkot cserélje le, mármint az agyagot reston blokkra, illetve fordítva. Attól függ, hogy rajta van-e az, hogy mennie kell, vagy nem. Tehát ennyi lenne ez a szerkezet. Természetesen, hogyha van kérdés ezzel kapcsolatban, akkor arra van a hozzászólások ezzel kapcsolatban. Tehát nem bármilyen reston kérdésetek van azt a hozzászólásokba. Nem, arra ott az e-mail, ezzel kapcsolatban van kérdésetek. FX-e videójának a linkje ott lesz a leírásban, illetve Bigo is fog csinálni erről egy bemutatót. Azt is már kirakom a leírásba, azt is nézzétek meg. A kézikönyv óvjon. Beillesztitek, itt átkapcsoljátok, hogy Always Active, és már is le fog futni.